Volt egy színházi élményem, amihez kapcsolódott, amikor először elhoztam gyerekkoromban a Magyar Állami Operaházba, és láttam színpadon Simándival. És hát nagyon felelkesített akkor, és ugyan abban az időben még nem gondolkodtam abban, hogy mondjuk a film vagy a színház fog érdekelni, de nagyon érdekelt a képzőművészet, akkoriban festettem, és hát tulajdonképpen azt megfestettem, ezt a színház élményt, ami most abszurdnak hangzik, de egy gyerek ezt meg tudja festeni. És utána pedig, ahogy jobban elkezdtem foglalkozni az operákkal, akkor szinte már evidenssé vált, ráadásul azt is felmérve, hogy a közel 100 éves magyar filmművészet nem készített egész estés operafilmet, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha ez létrejönne. És hát olyan szerencsém volt, hogy a millennium kapcsán, ugye az 1000 éves magyar államiság kapcsán adott egy alkalom, amikor ezt elkészíthettük, és úgy készíthettük el, hogy a korának a legjobb szereposztásával, világ és Európa hírű magyar énekesekkel, és Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas operatőr közreműködésével. Tehát ez egy nagyon jó csillagzat alatt jött így össze, nagyon bonyolult egyeztetések után, de sikerült létrehozni. Minden operafilmnek ez az alap problémája, hogy az opera egy színpadi műfaj és egy erősen stilizált műfaj. Hogyan lehet ezt film nyelvre fogalmazni? Vannak darabok, amik jobban alkalmasak erre, vannak, amik kevésbé. Ugye, amik eleve teátrálisabbak, azok megkívánnak egy olyan környezetet, ami ezt a teátralitást körbeveszi, vagy engedi, hogy ez hasson. És hát vannak olyan darabok, ahol meg hát eleve vannak természeti jelenségek, és például a Bánkban az ilyen, mert ugye itt van maga a Tisza part kérdésköre, ami nagyon érdekes, mert egy csomó embert egy picit zavart ez a naturalizmus. Tehát zavart az, hogy a zene közben ciripel a tücsök, hogy a ló nyerít, hogy vannak olyan zajok, amiket az opera színpadon nem szoktak meg egy csomó Bánkban értelmezés kapcsán. Azt megszokták, hogy dübörög a talpuk, és hogyha lejtenek egy tárgyat, akkor annak van valami hangja. De ezeket a természeti vagy naturális hangképeket, ezeket nem nagyon. És a több vita is volt hangmérnökök között egyébként, hogy ezt hogy lehet kezelni. Ráadásul egy modern hangkép pellet körülvéve ez, illetve fölvéve az egész dolog, hiszen egy 5 plusz 1, tehát 6 csatornás rendszeren keresztül hallhatja a mozinéző, ami próbálja az operai térélményt előhozni, de ez annál több, mert ez egy filmes térélmény, tehát a filmes tereket is mutatja. Tehát a ciripelésnek is van tulajdonképpen egy hangi több dimenziója, mert elől is ciripel egy tücsök, meg hátrébb is. Tehát ilyen egész furcsán ez egy új dimenziót adott a dolognak. Olyannyira egyébként, hogy egy Dolby nevű cégnek a hangrögzítési technikáját használtuk, és mivel ő nagy mozifilmekre és nagy effektusokra szakosodott, ezt a komoly zenei tartalmat ezt nem tudta megvalósítani, nem volt rá felkészülve. Tehát például a Viola d'Amore több húros hangszernek a bizonyos regisztereit elnyelte az ő szisztémájuk, és például Rost Andrának is voltak olyan hangjai, amik nem jöttek át, úgyhogy fejleszteniük kellett ezt a szoftvert, és a Bánkbán miatt már idatták azt a következő szoftvert, ami még nem jött ki a világpiacon, hanem mi használtuk először. Nemzetközi vízhangja az lenyűgöző volt. Nagyon szomorú, hogy Magyarországon ezt körbevette egy politikai indulatkeltési hullám, és hogy hát tulajdonképpen méltatlanul ez a film mozi forgalmazásba, Los Angelesbe került először mozi hálózatba, ami hát ugye elég furcsán hangzik, hogy ez így történt. Viszont lehet, hogy ez is segítette, hogy egy nagyon-nagyon sikeres
filmről beszélünk, közel 30 fesztiválra hívták meg, forgalmazták úgy természetesen, mint operafilmet, tehát nem mint mozifilmet több országban, és talán a legőszintébb megnyilvánulás, ez pont egy amerikai hölgytől volt, amikor kint voltam az egyik bemutatóján a filmnek, és ő azt mondta, hogy ő egy Los Angeles-i származású hölgy, és hogy ő még soha nem járt operaházba, nem is nagyon tudta, mi az, hogy az opera, de nagyon köszöni, hogy végre megtudta, hogy létezik tragikus musical. És hogy mondjam, ez azt mutatta, hogy lefordította a maga nyelvére, tehát ő abban a környezetben nőtt föl. És hát ugyanilyen csodálatos élményeim voltak például Indiában, ami egy teljesen más kultúra, de mégis, ugye mivel a zenésfilmek ott van egy kultúrája, az indiaiak is nagyon rá tudtak hangolódni erre a teljesen európai történetre, és azonosulni tudtak valószínűleg a Melinda melodrámaiságával, de mégiscsak tudtak vele azonosulni, és Indiában is sírtak a film végén. Tehát azt tudom mondani, hogy mindenhol nagyon sikeres fogadtatása volt, és hát ez nagyon kiárt, főleg Erkel Ferenc személyének, akit végre megismert a világ zeneértő közönsége. Olyan gazdag zenei nyelvezetet használ, annyira szépen és pontosan fogalmaz meg karaktereket, annyira szépen építi föl ezeknek a konfliktusát. Hát ahogy itt most a beszélgetésben is elhangzott, a Bán Gertrud duett a világ egyik legzseniálisabb zenedramaturgiailag végiggondolt konfliktusa, hiszen teljesen életszagúan egy vitából egy gyilkosságot kreál. És ezt gyakorlatilag egy rövid idő alatt, amennyi egy duett hossza, és olyan hitelességgel, hogy ez egyik csúcspontja volt a filmnek, amikor készítettük, hogy ezt hogy tudjuk hitelessé tenni. És hát nagyon boldog vagyok, hogy a Marton Éva és Kisbé Attila ilyen fantasztikus színészi képességekkel van megáldva. Nem minden operaénekesről mondható ez el, hogy ezt ilyen őszinteséggel és ilyen erővel meg tudták fogalmazni. De azt hiszem a többi szereplő is elmondható, hiszen Rostande a esendősége, szépsége, a hangjában rejlő és a karakterével rejlő törékenysége is ott van a filmen. És ezt nagyon nehéz színpadon így visszaadni, mert a film az közel engedi az embert a szereplőkhöz, mert van közeli. Tehát olyan közel láthatjuk a szereplők arcát, tekintetét, szemvillanását, amit a színházban nem nézhetünk meg. Ez is a dolog nehézsége, mert ugye, ahogy már az elején beszéltünk róla, ez színpadra van írva, és hát az, hogy ez filmen is hiteles legyen, ez a legnagyobb kihívás mindig az operafilmek kapcsán.